Idén több mint 360-an vettek részt a három szakaszból álló versenyen. Ez a felnőttek esetében 750 méter úszást, 20 kilométer kerékpározást és 5 kilométer futást jelentett. A sportolók azért is szeretik ezt a futamot, mert jó felkészülési lehetőséget nyújt a további küzdelmekhez. A kerékpár részén vagyok a leggyengébb, azon még mindig érzem, hogy van mit fejleszteni. Tulajdonképpen ez a verseny nekem egy felkészülés egy jóval hosszabb versenyre. Ez még csak a második szezonom triatlonban, úgyhogy még azért friss húsnak számítok ebben a sportágban, de idén már nekivágok egy Ironmannek, úgyhogy nekem ez itt az első lépcső idén, aztán lesz egy olimpiai táv, egy fél táv, és augusztusban pedig a teljes táv. A legtöbben családjukkal érkeztek, így több generáció is megmutathatta, mire képes. A résztvevők között voltak olyanok, akik bár aktív sportolónak számítanak, mégis hobbiként tekintenek a viadalra. Sportolni gyerekkorom óta, azt fociból indult, azt átment gyakorlatilag felnőtt koromra futás, hosszú távfutás, azt az kezdett unalmas lenni, és akkor egy kicsit megfűszereztem magamnak, hogy legyen akkor triatlon. A zalaegerszegi rangadó egyik állomása volt az országos utánpótlás ranglista versenysorozatnak. Ezen az újonc gyermek, serdülő, ifi és junior korosztály tagjai szerezhettek értékes pontokat. Az esemény zárószáma a felnőttek mérkőzése volt. Ez a hetedik ilyen triatlon. Ez a Zalaegerszegen most már egy utánpótlás ranglista verseny kupasorozatnak a része. Nagyon sok versenyző van, amit most éppen látunk magunk mögött. El fog rajtolni a felnőtt rajt. Ez igazából a zárószám, tehát egész nap versenyek voltak. Az utánpótlás gyermekkorosztály már lement délelőtt, és most a felnőttek közül a felnőtt férfiak fognak elindulni éppen. A zalaegerszegi háromfős vegyes csapat jól teljesített a mezőnyben. Sprintváltó kategóriában ezüstérmet szereztek.